Sziasztok srácok, üdvözlet mindenkit! A mai videóban át fogunk menni a Deep Dark dimenzióba. Úgyhogy ha ez érdekel titeket, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Nagyon-nagyon izgalmas lesz ez a mai videó, azt garantálni tudom. Még mielőtt megkeresnénk az Ancient City-t és begyújtanánk a portált, azelőtt vannak feladataink. Mint például az, hogy kraftoljunk magunknak egy ilyen kaszát, ehósárdokból és stickekből. Ez a kasza így néz ki a kezünkben, és hogyha a kezembe veszek üres üveget, majd pedig megölök vele mobokat, akkor mint ahogy látjátok, lesznek itt lelkek. Ezeket a lelkek pedig bele tudom rakni ebbe az üvegbe. Ami azért nagyon-nagyon fontos, ugyanis ez fog kelleni a portál aktiválásához, illetve még egyéb más dolgokhoz is, amikről majd egy picit később. Szóval van három lélek az üvegben, de nem árt az, hogyha még jó néhányat beleveszünk, ugyanis rengetegre lesz szükségünk. Végtelen mennyiségűt bele tudunk egyébként rakni, tehát most jelenleg van nálam 7, ami úgy már elég lesz. Most, hogy itt vagyunk az Ancient City-ben, meg is kezdődhet a varázslat. Az a feladatom, hogy gyertyákat lerakjam ebbe a bizonyos pozícióba mindegyiket egyesével meg kell gyújtani. Nagyon fontos, hogy csak ez az alakzat működik, ezen kívül semmi más nem elfogadható. Most, hogy az megvan, be kell állni teljesen a közepére. Ennek az alakzatnak meg kell bizonyosodni róla, hogy az összes gyertya ég, majd pedig a szalbátől nyomni egy jobb klikket. Mint ahogy látjátok, körülöttem megjelent egy újabb alakzat, és ami most a feladatunk, az az, hogy egy eho sárdot kidobjunk. Srácok, a mai napon tényleg át fogunk menni a Deep Dark dimenzióba. Viszek magammal egy glowstone-t, egy videórózsát és egy áljofender-t, ezt majd meglátjátok, hogy miért lesz fontos. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, megindulok a dimenzió felé, és hát ugorjunk bele! Meg is kezdődik a teleportálás, nézzük, hogy hova dob minket a játék. Már nagyon-nagyon izgulok, srácok. Oké, okay. itt is vagyunk a dimenzióba. Eléggé hátborzongatóan néz ki, már így alapból is ez az egész, és már is kaptunk egy Darkness effektet, illetve slowness is. Oké, okay. hátborzongató hangok vannak, mindenhol. Az ott mi a fene, srácok? Te jó ég! A következő feladatunk az lenne, hogy ugyanilyen gyertyákat lerakosgassunk. És ezt még éppen időben kellene, mielőtt meg nem ölnek ezek a lények. Ajaj, oda még kéne egy blokk, az így nem lesz jó. Ez micsoda? Úristen, srácok! Segítség! Nagyon-nagyon erős, de megpróbáljuk őt megölni ezzel az eszközzel, amit kaptunk. Oké, okay, sikerült. Te jó ég! Ez nagyon-nagyon para volt. Oké, okay, próbáljuk meg akkor folytatni a mi kis szertartásunkat. Jó, a gyertyák égnek, mert és a szalbától, és most. Kidobok egy glowstone. Let's go! Mostantól Glowing effekten van 5 darab percre, és látok magam körül mindent, hogy mi történik. Például itt ezeket a mobokat, uh, hát nem tudom, hogy meg tudom ölni, Miért jössz felém, haver? Na gyere, küzdjünk meg! Uh, Oké, okay, akkor nem fogunk megküzdeni, értem én. Uh, én nem is szeretnék ebbe beleszólni, abszolút, semmi probléma. megyünk szépen tovább. Az öt perc úgy érzem, hogy elég kevés, viszont próbáljuk meg akkor felfedezni itt a területet, hogy nagyjából ez mit rejthet. Ó, oh, és előbb egy olyan támadott meg minket. Remélem, hogy többször nem fogunk vele találkozni, mert nem szeretnék. Egész dimenzió tényleg annyira durván ijesztő, és a hangok is, amik mellé társulnak, elképesztően durva. De természetesen van kiút, nem véletlenül hoztam az Offender-t. Viszont, még mielőtt visszamennénk a sima világba, <hállt> jaj, 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 nem, 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 ne támadj meg, kérlek, könyörgöm! Jó, figyelj, tudod mit? Akkor megöllek. Megyünk egy jobb klikket, még egy jobb klik, és már is meghaltál. Igen, mert hogy ezzel egyébként lehet így ö, jobb klikkezni, tehát ö, sokkal nagyobb támadást tudunk belevinni. Most nem tudom, hogy a glowing effekt miatt egyébként könnyebben találnak meg a mobok, vagy nem találnak meg könnyebben, vagy én nem is tudom. Viszont az a jó, hogy ezt a szobát folyamatosan föl tudjuk velük tölteni, és így el sem tud találni, hogyha folyamatosan nyomjuk a jobb klikket. És ezért mondtam, srácok hogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, és brutál erőszetben kell érkezni, mert különben nekünk kampec. Na de hát srácok, itt van ám egy olyan dolog, hogy meg tudunk idézni konkrétan egy boss itt a játékon belül. Ehhez ugyanúgy le kell rakni, a gyertyákat meg kell őket gyújtani, beinni a szolbatölt, és eldobni egy vödör rózsát. Ezt figyeljétek, hogy mi fog történni. Atya világ, mi történik itt a játékban? Na jó, ezt a boszt el kell kezdeni lövöldözni, srácok. Jó, meglőttük. Sikerül valamennyire eltalálni, az a lényeg. Jó, megint eltaláltuk. Ajaj, nagyon nagy bajba leszünk szerintem, hogyha belemegyünk ezekbe a partikulokba, úgyhogy jó lenne kihagyni. Jaj, megy itt ez, úristen! Ne bánts, Léci, beszéljük meg inkább. Ez az, gyere csak, gyere csak, nyomod, nyomod, fater. Teljesen kiszámíthatatlan az, hogy hol van, a sötétség miatt. És úgy érzem, hogy ö, megint elég komoly bajba vagyunk. Ú, mekkora hiteket nyomunk neki, azaz! Egyet csak! Juhúj! Menekülj! Az életemért! Ez a sötétítés, ez nem sokat segít egyébként a helyzetemen, az a nagy igazság. Oh! de megértem, hogy teljesen szembe jött velem! Befúródik a földbe, össze-vissza mozog minden merre. De akkor is meg fogjuk ölni. Azaz, kapott még egyet. Csak nem vagyok egy nagy íjász. Ajaj, ö, kiállunk egy kicsit innen. Nagyon jó. Áh, ki lehet ezt ismerni, ki lehet ezt ismerni. Gyenge, mint a harmat. Még kettő lövés kéne neki szerintem. Kb. Vagy lehet, hogy egy kicsit több. Csak ne kanyarodjon rám. A, Mondjuk így. Igen, pont ezt akartam el elkerülni. Meghalt. Tuti, hogy meghalt, srácok. Megöltem. Ez az! Let's go! Megöltük a boss -t. Nem mondanám, hogy ö, életem legkönnyebb csatája volt, de megöltük. És mint ahogy látjátok, droppolt nekünk XP-t, illetve egy brutál erős kordot, ami az a Worm Silver névre hallgat. Ez, ez mit tud? Oh, na az gyerekek, mennyire brutál. Hát ezzel biztos, hogy egyhitelni lehet ezeket a nagy mobokat. Ó, oh, például ott is van egy, na, gyere haver! Küzdjünk meg! Nem mersz jönni, mi? Aha, jó, igen, hát most már kezdesz felem jönni, de én ezzel a karddal nem nagyon szállnék csatába. Vagy most csak úgy egy helybe sétálsz? Nekem az is jó. Ha van nálam fákja, akkor egyből kivilágosodik minden. Ugyanis ezek a lények félnek a fénytől. Nem akarnak a fénybe lenni, és hogyha én fákjákat rakosgatok le, akkor ők arrébb fognak menni, illetve engem nem is fognak amúgy megtámadni. És már is jön a pajtásunk, akit néhány ütésből megölök. Ennyi volt, meg is halt ettől a kartól. Tehát euh, ez ennyire brutális. És hát, srácok, van visszavezető út, nem véletlen hoztam az IO t de még mielőtt azt megnéznénk, megmutatom nektek, hogy mennyiféle bajom van ebben a datapakban. Konkrétan ahhoz képest, hogy ez a datapack folyamatosan változnak a bajomok. Van kőbajom, lávásbajom, obszidiánnal, van egy ilyen erdőszerű bajom, tehát kapásból már háromfélét is tudok mondani, ami egy datapackhez képest nagyon-nagyon brutál, szerintem. És hát srácok, nem maradt más hátra, mint az, hogy visszamenjünk a normális világba. Én azt mondom, hogy bőven elég volt ebből a megpróbáltatásból, és itt a moboknak a, a zöldökléséből. Én, én most már szeretnék az overbird tartózkodni, mert ez eléggé hátborzongató hely. És minden perc itt egy rémálom, <laughs> úgyhogy jobb lesz ezt a rémálmot megszüntetni. Azzal, ahol nyomok egy Szalbatölt, és kidobok egy Eye of Endert, és meg is nyílik alattam a portál, ami pedig vissza is dob minket a normál világba. Hú, hát srácok, ez egy egészen elképesztő kaland volt. Én nagyon-nagyon élveztem, hogyha ti is, akkor mindenféleképpen jelezzétek egy lájkal, like és ne felejtsétek el feliratkozni a csatornámra. Találkozunk a legközelebbi videóban, lejtek jók, sziasztok!